Kutatók világszerte óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy megtisztítsák az emberi tevékenység következtében elszennyeződött termőtalajokat. Ennek egyik lehetséges módja, hogy a szennyeződéseket különböző kultúrnövényekkel vonják ki a termőföldekből. Talán eljön majd az idő, amikor virágzó réteket látunk autópályák mellett. A virágok pedig azt a célt szolgálják majd, hogy gyökérzetükkel felszívják a talaj nehézfém szennyezőanyagait. A nehézfémek pedig kinyerhetők, és ezáltal újrahasznosíthatók lesznek. Persze addig még hosszú lesz az út, mert jelenleg a kísérletek elején tartunk. Ilyen kísérletek Veszprémben a Pannon Egyetem fenntarthatósági megoldások kutató laboratóriumában is elkezdődtek. Tóth Eliza PhD hallgató és munkatársai klímakamrában ellenőrzött körülmények között termesztenek olyan növényeket, amelyek reményeik szerint alkalmasak csökkenteni, illetve megkötni a talaj nikkel tartalmát. Mostanában a fenntartható fejlődés, mint egy divatszó, többször elhangzik, lehet, hogy akkor is, amikor nem kéne, vagy olyan mondja, aki nem tudja, hogy mi van mögötte, de ön biztosan tudja, hogy mi van mögötte, hiszen ezzel foglalkozik, illetve annak egy szűk területével, hiszen ez egy óriási szakterület, ha lehet mondani. Mi is tulajdonképpen a kutatási területe itt az egyetemen? Én itt dolgozom a Pannon Egyetem fenntarthatósági megoldások kutató laboratóriumában, ahol valóban a fenntarthatósággal foglalkozunk, mindenki más egy kicsit más szerettel, mi leginkább a hulladékkal, a hulladék hasznosításával, és egy picikét a növénykísérletekkel, hiszen a hulladéknak is van egy biológiai része, vagy egy olyan szennyezése, amit növények segítségével lehet, vagy elképzelhető, hogy lehet hasznosítani. Ez már létező dolog, de még ennek a pontosítása a jövőnek a zenéje. Nos, ha jól vagyok tájékozódva, olyasmiről lehet szó, hogy bizonyos növények kivonják a talajból az adott szennyezőnek számító anyagokat, és ezeket akár hasznosítani is lehet. Miről van szó pontosabban? Igen, mi kifejezetten a nikkellel foglalkozunk, hiszen fémszennyezőkből is tudjuk, hogy van nagyon sokféle, és a nikkelt, mint szennyezőt, ami érkezhet például a közlekedésből is, hiszen a fékrendszerek kopásából, a gumiabroncsok kopásából, illetve minden rozsdamentes tárgyunk használata közben is keletkezhet nagyon minimális nikkelszennyezés. Ezen kívül még egy másik nagy jelentős szennyező forrás a galvánipar, hiszen ott is keletkeznek nikkellel szennyezett iszapok, amik nem megfelelő hulladékkezelést követően kijuthatnak a környezetbe. És akkor ezekre van különböző növényfajok, amelyek képesek felvenni nagy mennyiségben, mert mint száraz tömegükhöz képest nagy mennyiségben ezeket a nikkel különböző vegyületeit, és ezt el is tudják raktározni. A legoptimálisabb, hogyha a talaj feletti részbe, amit utána ugye betakarítani tudunk, és esetlegesen kivonni a növényi részekből ezt a nikkelt, így a teljes körforgást megtartani, tehát nem csak megtisztítottuk a talajt, hanem még a nyersanyagot vissza is nyerjük a növényekből. És hát a növények ugye azért is nagyon jó dolgok, mert viszonylag költséghatékonyan lehet velük tisztítani a talajt, hiszen kiültetjük őket, ott szépek, nagy a társadalmi elfogadottsága, mondhatjuk úgy, hogy a növények környezetbarátak, hiszen a természetnek alapból is az elemei. És emellett, még ha például sikerül addig eljutnunk, hogy mondjuk egy energianövényt alkalmazunk erre a célra, aminek alapból is nagy a tömege, ezt utána mondjuk úgy készítjük el belőle a hamut, hogy egy energetikai hasznosítás is van mellette, tehát fűtjük a házainkat például a városban távhővel, és akkor ott egy ellenőrzött körülmények között ezt a hamut esetlegesen még tovább tudjuk hasznosítani, és a nikkelt ki tudjuk belőle nyerni, de hát ez egy nagyon-nagyon távlati cél, de... Igen. Jelenleg milyen típusú növényekkel folyik a kísérlet? Még a kezdeteknél tartunk, az biztos. Igen, vagyunk itt nálunk, pici növényekkel, mint például a közönséges nevén ismert büdösked, egy sokkal szebb névre a bársonyka. Ez is egy ilyen hiperakkumulátor növény, tehát nagy mértékben tolerálja és akkumulálja, tehát fel is veszi a nikkelt, legalábbis ezt reméljük. Irodalmi források alapján ez működhet, de még saját magunk is meg akarunk erről győződni. Most van az első próba kísérlet, amiben már bimbóznak a növények, és irodalmi adatok és saját meglátások alapján virágzásig fogjuk ezt a növényi életciklust nézni, és akkor utána fogjuk vizsgálni a felvett nikkelt tartalmat. Vagyis lehetséges, hogy néhány év múlva legyünk optimisták, ha látjuk az autópálya szélén egy csomó szép virág látható, lehet, éppen lehet. A nikkelt vonják ki a talajból. Igen, vele. Igen, elképzelhető, hiszen ott is elég jelentős, ott talán
egyszerűen megvalósítható, hiszen az nem egy olyan nagy mértékben szennyezett talaj, mint mondjuk egy galvány iszap, vagy egy hulladék, amit keverni kell, nem marad meg rajta a növény, stb., hanem ott már eleve ültethetnénk esetleg olyan fajokat, amik erre képesek, és vannak olyan növények, amik egyszerre nem csak a nikkelt képesek akkumulálni, hanem 3-4 féle másik fémet. Na most nem tudom, hallott-e már arról, hogy mindenféle problémák vannak a Magyarországon újonnan telepített akkumulátorgyárakkal. Ez a kettő esetleg összehozható, ez a két lehet, téma? Lehet, hogy közös nevezőjük, igen. Még ennyire részletesen ebben nem mentünk bele. De az irány jó. Az irány az jó, lehet, igen. De hát ez is már önmagában a növények vizsgálata is egy hatalmas-hatalmas szelet, de igen, kiterjeszthető a felé is. Megtervezték-e már esetleg, hogy milyen növények következnek a bársonyvirág után, ha sikerrel járnak a kísérletek? Igen, van egy másik növény, a falitárnya, az ő is nagy mértékben képes akkumulálni a niket. A hiperakkumulátoroknál amúgy ez azt jelenti, hogy 1 gram niket képesek 1 kiló száraz anyagukban eltárolni. Az igen soknak tehát számít, ez, ugye? Igen, főleg egy ilyen fémre nézve, amit maximum a növények életvitelében nagyon-nagyon kis mennyiségre van szükség különböző redox értékeiknek a helyreállításához magában a növényben. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon hatalmas mennyiség, és akkor ez a falitárnya is kimutatottan nagyon szépen hoz még ennél magasabb értékeket is. És ezután, ha ezt kipróbáltuk, és megnézzük, hogy milyen gyorsan nő ez a növény alkalmas, emeltem, hogy ez egy nagyon szép sárga virágú növény, akkor még érdemes lehetne elmenni az energianövények felé, például a kínai nád, vagy mondjuk a sida, ami egy manapság mind a kettő használt ilyen fitoremediációs rekultivációs céllal, mert ezek gyorsan növő, nagy tömeget hoz növényfajok. Például előfordult, hogy meddőhányok rekultivációjánál ilyesmit is bevetnek, hogy visszanyerjenek bizonyos fémeket a talajból. Gondolom sokféle hasznosítási módja van. Kooperálnak-e erőművekkel esetleg, ahol nem, már készen van a pernye, ugye? Még nem. Ez még a jövő. Bár ott eléggé vegyes, tehát nem egy laboratóriumi meghatározottságú. Igen, ez főként a baj, hogy az ilyen talajok és minták azok nagyon vegyesek, és nem feltétlen homogének, és most ahhoz, hogy pontosan... Sőt, direkt keverik, hogy jobban égjen, tehát ez egy másik szempont. Igen, hogy meg tudjuk pontosan, hogy a növény mire képes, az először egy ilyen modell kísérletbe kell beletenni egy olyan talajba, aminek pontosan tudjuk az összetételét, és homogén, most kifejezetten nikkelre nézve, ebben a kísérletben, de mindenképp cél az, hogy ezt kiterjesztjük a valós nagyságba is. Mikorra lehet ebből kézzelfogható eredmény, vagy disszertáció, vagy nem tudom, ön PhD hallgató, ugye? Hát reméljük, hogy valamiféle kézzelfogható eredmény már a következő években lesz belőle, ha nem is a nagy ipari léptéket nézve, de legalább már olyan laboratórium eredményeinknek legyenek, amik hasznosak és új információt tudnak szolgáltatni. Más egyetemek fenntarthatósági karain, szakain folynak-e hasonló kísérletek, tudomása van-e ilyesmiről? Igen, tehát magukat, a szennyezőket és a növényeket is nagyon sok helyen vizsgálják. Azt tudom, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek ott főként a növényvédőszer maradványokra irányuló ilyen kísérletei vannak. Tehát megetetik a maradvány növényvédőszereket újonnan telepített növényekkel, mint közönségesen? Ezt pontosan nem tudom, de nagyon, nagyon részletesen vizsgálják ezeket, hiszen ezek nagyon bázistersekben maradnak a talajba, onnan évekig bomlatlanul maradnak, és ez... Lehet, hogy türelmetlen vagyok, de ezt tudja be a koronnak. Mikor láthatunk esetleg szabadföldön ilyen fajta növényeket, mikor már úgymond félüzemi kísérletek folyhatnak, ezt meg tudja tippelni? Hát szeretném még az én képzésem ideje alatt ezt kitelepíteni szabad. Még 3. Hoppá! Szabadföldi növényeket, ha nem is például, mint mondjuk egy kint a szántóföldön, ilyen formában, hanem mondjuk igen, parcellákon, vagy pedig most az anyagmérnök intézettel közösen dolgozunk ilyen virágtartó nagy ládákon, és ha ebbe a ládába tudnánk mintatalajt hozni, akkor tulajdonképpen a többi egyetem körül egészséges talajtól elszeparálva nőhetnének ezek a növények, és egybe díszítenék is a kampusz környékét. Tehát egy ilyen
Most ugye mesterségesen előállított összetételű talajokkal dolgoznak, feltételezem, és később majd szó lehet arról, hogy a természetből hasonló összetételű anyagokkal kísérletezzek, illetve nagyban folytassák tovább a kísérletet. Ha már tudjuk, hogy működik a növény, vagy hogy egyáltalán hasznos-e erre a célra, akkor mindenképpen valós talajokhoz szeretnénk nyúlni. Hát kívánom, hogy minél előbb legyen szerencséjük hozzá. Köszönjük. Köszönöm szépen.